Sziasztok, Marika vagyok. Hát ezt nem akarnám mutatni, de fogom. Képzeljétek el, jöttek a húgomig, aztán a férjem szedett barackot nekik, aztán ez a hülye forma létre, tudjátok, ami így hármat lehet kicsúsztatni kettes létre, az a fém, az alumínium vagy mi. Leszállt róla a férjem, a kanna meg rajdult az oldalán, aztán puff, felborult, a kannám is összetörött, úgy sajnáltam, mert már valami 25-30 éves kanna volt, aztán még olyan jó állapotban volt, mert mindig ugye tisztán tartottam. Sajnáltam nagyon. Azt sajnáltam legjobban, pedig mindig a kanna van az udvaron. Csak ugye azt én használtam mindig. Na, aztán összetörött az a kanna, 10 literes vagy 15 literes kanna barack, úgyhogy legvár készül, de hát mondom, nem apres, mert azt már csináltam, ha már mondtam, hogy majd csak fél kiló epret rakok bele legközelebb, de azt most már nem fogok csinálni, hanem málna. Azt, ha milyen lesz, mit tudom én, hát majd mondom, ha jó lesz, akkor kipróbálhatjátok, ha van barackotok meg, ez fagyasztott málna. Mert ugye nem ajánlom, hogy vegyetek. Én nem mondom, hogy vegyetek. Ha akartok, költetek rá. No, ez 3,50 kg, ez a barack. Ez pedig így majd ezzel megszitálom, ugye, vagy hát szitálom fenéket, átpasszírozom rajta, hogy a mag ne menjen bele, mert ugye csináltam áfonyás, málnás, legvárt, kegyetlen, finom. Azt nem mutattam, csak a mag nélküli változatát. A mag ropog az ember foga alatt, úgyhogy nem jó belerakni. Hiába nem olyan sok, de így meg már tömbbe van maggal, úgyhogy ezt át kell passzírozni. Na ez átpasszírozva, mert ez olyan 70 valahány deka, átpasszírozva lesz körülbelül fél kiló, úgyhogy akkor 4 kiló lesz itt a gyümölcs. Aztán 1 kiló 30 deka, tehát 1300 gram kristálycukrot rakok hozzá, és elfogyott a knor tartósító, úgyhogy ilyet rakok, 3:1-ben, mert ilyet kaptam, és ugye azt írja, alig vettem észre, azt írja az okosság rajta, hogy őszi barackhoz egy tasakkal több kell. Hát ugye akkor 6-ot kéne elhasználnom, hát a Marika sose a szabályok szerint megy, 5-öt használok ehhez, de ehhez a mennyiséghez 6 kellene. És 10 g citromsavat, most nem citromot rakok bele, azt ide bele is szórom. Na jó van, itt még egy kicsit bortmixerezek, ezt még átpasszírozom, aztán jövök a továbbiakkal. Az őszi baracnak nem húztam le a héját. Hát ha elkészítenétek, ha gondoljátok, húzzátok le. Múltkor volt olyan ilyen szita, tudjátok, ez én nekem az 1000 éves, ugye szeg van belerogó, akik nézitek a videóimat, láttátok már, magyaráztam a régibe. Marika, olyanokat csinálom. De vannak jobbak is, csak azok még ennél is sűrűbbek, aztán sosem megy át semmi rajt, ugye? Egy óra alatt se, úgy gondolom. Nem játszok olyan is sok ideig. Hát pizzát akartam mámon csinálni, aztán nem tudok majd holnap, mert elmegy vele az idő. Pedig úgy meg kéz van ám pillanatok alatt, mert ez még egyszerűbb, mint a másik. Ezt a tartósítóval együtt kell fölforralni, ezt még soha nem csináltam ilyet, úgyhogy... Nem tudom, milyen lesz, majd meglátjuk. Aztán, mit akartam már főzni, mit tudom. Na mindegy, rajta héja is, úgyhogy én azt nem szedtem le, mindenki ahogy gondolja. Szerintem finom lesz. Ugye a mag itt fönn marad. Hát elég macerás ezt csinálni, vannak amilyen tekerőim, nemhogy idehoztam volna. Na megvan, amit akartam belőle kihozni, ha eszembe jutott. Az, hogy volt olyan szita, ami... Jöjjtek! Oda esett a magos. Na, később. Ami ritkább volt, pont jó lett volna ehhez a maghoz. 2000 forint volt, egy kicsit nagyobb, mint ez. Hát hülye nem vagyok, annyi pénzt adja, hiszen már mindenféle vacak van ebben a házban. Már nem férek el, már olyan konyha kéne nekem is, mint a Szopi konyhája. Ez az új. Mondjuk meg is tudnám csinálni, mert ott a melléképület, de hogy is, hát nem vagyok én szakács, ahhoz szakácsság kellene már, úgyhogy olyan végzettség. Hát mit játszom én itt az eszemet, hogy
Nincs is ilyen végzettségem, csak ilyen hobbi főző vagyok. Vigyáznom is kell már, ne menjen bele még egyszer mag sem. Ugye jobban a lehet fenne félni, pálni a spájzem nekem kicsi, hát mit tudom én mennyire elváljatok. 3 méterszer, 1 méteres, vagy egy 20, szerintem csak annyi. De hát ugye az ember rendet tart, akkor minden elfér. Akkor tele van polcozva. Minden elfér ott. Meg a portlások. De hát ugye lakótelepi lakásban ezt nem lehet megcsinálni, mert ott van, ahol spájz sincs, nekünk se volt a 8. emeleten spájzunk. Egy kis szekrényrész volt, amin volt úgy bent ilyen levegőző, az volt a spájz. Régen, ahogy elraktam az uborkákat, nem tudom, azok milyen tartósítók voltak. Hát szalicillel szoktam. És sose romlott el. Mostanában van úgy, hogy romlik, az idén még nem romlott, remélem nem is fog, mert olyan keveset raktam, már most ütettem uborkát, mert az összes uborkánk, akik nézitek a videóimat, láttátok a kárti videóban, hogy tönkre ment. Hát nem is tudom, az uborka lehetett a hibás, most nem is tudom, melyek jövőre is venni ugyanezt az uborkát. Majd talán a piroska megnézi azt a videót, mondom, Szlovákiában azt hiszem ott lakik, de még nem nézte meg, vagy hát nem írt, hogy nem nézte pont azt a részt. Ugye, ha átugorjátok, akkor pont nem a videókat, akkor pont lehet, hogy olyan részt ugratok át, ahol beszélek olyanról, amihez kellene a segítség. Aztán nem tudom, hát ez a fajta uborka, ez totál tönkrement, hiába permetezte a férjem. Ez a perez, meg a mohikán, ez annyira nem szokott tönkremenni. Mind a két szomszédnak gyönyörű az uborkája, nekünk meg nincs. Már, ugye, már. Hú, mi is gyönyörű, de pont kértem tőle, mert kellene egy kicsi még ahhoz, amit el akarok rakni, ilyen főzött uborkának, arról a videó a lejátszási listába. Meg kell főzni aztán ilyen friss fogyasztásra, egy-két hétig eláll a hűtőbe, 3 is, 4 is. Még el nem fogy, nagyon finom, mi nagyon szeretjük. Aztán azt mondja, hogy nem tud anni, mert pont leszette, az olyan kevés lett. Hát persze, már ugye nem sütött a nap. Ha nem süt a nap, most olyan elsős boros idő van, a uborka nincs. Jó van, leteszem, ma is lekapcsolom, már annyit dumálok. Vigyáztam, ennyi lett a mag, meg még egyszer ennyi. Na, összekeverem meg a cukrot a tartósítóval. Na, azt írja az okosság, hogy keverjük össze ezt a Gemfix-et a cukorral. Ugye lehet legvárt is van, aki ugye nem szeret ilyenekkel foglalkozni, már úgy, hogy az egészséget nagyon figyelembe veszi, az akkor legvárt készít, és akkor abban nem rak tartósítót. Hát a Marika az annyira nem fél ilyentől. De lehet, hogy fél, hát ne. Visszakeverem villába, hogy valami a villa is jó. És akkor hozzáadom a legvárhoz, és föteszem, és folyamatosan keverni kell, míg föl nem for, utána még 3 percig, de még elolvasom a papírt 5-ször, 3 percig forjon, és akkor lehet üvegbe szedni. Tehát 5 darab Gemfix van ebbe a 1300 gramm kis tájcukorba. Na, itt a legvár, ilyen színe lett. Még szerintem világosabb lesz. Hozzáöntöm. Jó, tele lett. Ugye itt nem is fog nagyon apárologni, mert ezt most nem lehet fél óráig forralni, főzni. Összekeverem. Az üvegek itt melegszenek, de hát ezt majd lekapcsolom ám, mert nem kell ennek annyit melegedni. Na, megkóstolom. Még nem is meleg ám.
De megkóstolom, hogy milyen az íze. Hú, hát ez kimondottan finom. Ugye az epresnél az volt a gond, hogy olyan is volt, fele volt az eper, fele a barack, és az eper dominált. De lehet, hogy majd érik az üvegekbe. Húgomnak adtam egy üveggel, úgyhogy majd ő megmondja, hogy finom vagy nem finom. Aztán majd akkor kiderül, hát én még nem kezdem meg, mert még ugye az áfonyás málnásat eszem, amiben magot behagytam. Nem szabad behagyni, hát úgy rapog az ember fogalat. Először azt hittem, hogy a baracmagot vagdaltam bele, mert olyan joghurtot ettem, hogy őszi barackkal kevert joghurtot. Ugye mindig eszek joghurtot minden nap, egy-két nap kivételével. Aztán ugye vagdaltam fel őszi barackot, aztán raktam rá egy kanál, teás kanál, áfonyás, málnás legvárt, jam, vagy mit tudom, ilyet legvárt. És akkor ezt lemosom. Aztán, hát mondom, belevagdaltam a baracnak a magját, mert ugye úgy vagdalom, hogy bele a magig, aztán akkor kifeszítem. Aztán rájöttem, hogy dehogy is a málnának a magja. Amúgy igen finom, de ugye csináltam, amit láttatok videót, ottan az már mag nélküli volt. Na, az volt finom. Nincs semmi az ember foga útjába. Nem fogom már állandóan keverni. Rendet rakok, mert ugye kupi van ott a mosogatónál. Le kell onnan pakolni mindent. Akár mosogatni a nagy edényeket. Közben megyek innen, csak nem égre, majd figyelem. Hát úgy nézem, most már elkezdett mocorogni. Gyerekek, olyan buta emberek vannak, komolyan mondom, tudják, hogy az én csatornám ilyen dumálós, és akkor odaírja, hogy mi nem a lényegre törőn beszélek. Hát én nem azért csinálom ezt a csatornát, nem azért álltam neki, hogy megfeleljek valakinek. Én ahogy akarom, elkészítem ezt a videót, össze-vissza dumálok mindent, akinek nem tetszik, az ne nézze. Hát Fodor Janinál szoktam látni, szegény, az is annyit szokott háborúzni ilyen hülye hozzászólásokkal, hogy az eszméletlen. Már nem is vacarálok, mert most például elmentettem, hogy mindjárt megmondom, ki volt az. Máshoz is írogat, de már többször írt nálam, ezt megfogadtam ezelőtt, még soha nem írt jót, hogy letiltom, hát nem tudom, hogy mennyire sikerült letiltanom, mert mindegy, nem néztem utána, hogy tényleg tiltva vannak-e, akiket tiltottam, az a pár embert, hogy utána gondolom akkor is tudja nézni a csatornámat valahogy, vagy más éva, vagy mikor nincs bejelentkezve, akkor gondolom rám talál, hogy hát nem is érdekel ám, de ugye ezt a hölgyet, ezt nagyon megegyeztem, mert az még jót nem ért. Azt mondja, nagy nehezen végignéztem a videót. Hát ki kérte meg rá? Hát megkértem én? Hát dehogy kértem meg, ja Istenem. Nem is kell nézni, ne nézze, akinek nem tetszik, ne nézze. Persze vannak hibák, hát tudom én, hát én egyedül csinálom a videókat, egyedül vágom, egyedül veszem fel, mindent egyedül csinálok. A férjem ilyenhez nem ért. Ez abszolút nem értő ilyenhez. Nem is, én meghalok, nem is tudja, mit kell csinálni a géppel. Semmit se tud. Semmihez nem ért ilyenekhez. Meg tudná tanulni, de nem érdekli, ezért nem ért hozzá. Mert okosabb nálam szerintem. De nem érdekli, és azért nem is ért hozzá, mert még a telefonon is, ha valami bonyodalom van, azt is nekem kell megoldani. Úgyhogy én mindent magam csinálok, a vágástól, a fölrakástól, a felvételtől elkezdve mindent. Ez se ide tartozik. Másra csak megcsinálja a legvárt, aztán nem beszél. Én meg össze-vissza beszélgetek mindent. Aztán, hogyha valakinek kínja van vele, akkor iratkozzon le rólam, ne nézze.
Hát tudjátok, akik nézik a videóimat, hogy ez ilyen csatorna. Én magamat is szórakoztatom, itt elbeszélgetem, a férjem kint dolgozik, én meg itt elbeszélgetek, oda nektek, mi oda nézek, aztán beszélek. Ott látom, hogyan keverem a legvárt. Csak tudnám, hogy ez hogy értette, hogy 3 percig, jobb a másik, jobb az a knóros. Hogyan értette, hogy 3 percig forraljuk? Mennyire? Úgy gyerekek, meg leszek lőve. Na mindegy, egy 5 percig így ebbe az állapotba forralom, mert ugye most formár. Közben leszedem a habot. De különben itt is ez a kevés kis fél kiló málna, a 3,5 kiló gyümölcsnél jobban érzem a málnát, ugye az őszi barasznak nem nagyon van íze. Úgyhogy nem kellett annyira félnem, hogy leég, mert nem égett le. Pedig közben mentem, kitakarítottam itt mindent. Úgyhogy nem égett le, egyszer se kapta le. Mert ugye ezzel megérezném, meg oda rá lenne ragadva egy kis sűrűség. Azt mondja, ha fölforr, akkor 3 percig forraljuk. Hogy értette, hogy ja, hát végül is már forr, ott is látni. Ja, jó van, egy 5 percig forralom így. Aztán lesz, ami lesz, rakom üvegekbe. Még elgyújtom alatta, a víz alatt itt, az üvegek alatt a vizet. A habot leszedem, mert ugye a romlás veszély nagyobb, mert ugye levegő buborékos. Azt majd megeszem joghurttal, vagy eldobom. A múltkor az őszi barack epernél megettem egy ültő helyembe. Na mondom, most hisztem 2 kilót, de szerencsére nem. Na, ez a tének nagyon forr. Most ezt a tének csak 3 percig. Mert ma úgyis hát el lett egy, majd figyelem. Na hát az ilyen csatorna. Itt csak a legvárfőzésről kéne, hogy szóljon, de én ugye mondok mindenfélét. Meg se néznétek, hát egy 66 éves asszonyon mit nézzetek, hogy legvárfőz? Akkor nézzétek a fiatalt, akinek szép fiatal keze van, szép mindene, nem egy öreg asszonyt lesnétek. De közben érdekel benneteket, amit össze-vissza dumálok. Akit meg nem, az úgyse nézi meg, hát hiszen látszik 15 ezer fölött van a feliratkozóim száma, aztán van olyan videóm, amit csak ezren néztek meg. Hú, az igen formár. Ezt így gondolta, hogy ennyire forjon? Na, gyerekek, miért nincs már az a knórtartósító? Az sokkal jobb volt. Nézzétek, mennyi hab lett. Ezt mind kell szednem onnan. Hát ezt nem fogom belerakni az üvegbe. Na, majd jövök. Na, elzártam, leszedtem a habot. Hoppa, ezekből ki kéne önteni a vizet, hát ha van benne. Egy-kettőt megnézek. Azt hiszem apárolgott, mert ugye meleg volt a... Igen, akkor nincs benne. Na kérem, akkor most kimerem. Egyet keverek rajt. Megnéztem ezt a hölgyet, mi a neve, Bagos Ján, annyi van kiírva a telefonon, a másikon. Mondom Jánosni, de mindegy is ugye. Mindegy is. Máshol is látom írogat, de ugye ha tetszik neki valami, akkor jót ír. Nálam nem jót. Na, akkor most kimerjük. Jól csúrik az üveget. Egy-két barac nem ment szét a botmixertől. Kíváncsi leszek ebből, milyen sűrűségű legvár lesz, mert most olyan, mint a víz. Ugye ez mennyi pektin tartalmaz ez a tartósító, az nagyon érdekel. Lehet addig rakni, ameddig van itt a pereme ennek a töltsének. Most láttam a Tesco-ba egy csomó ilyet. Eddig soha nem láttam. Úgyhogy tudtok venni, ha nincs ilyenetek, mert ez hasznos.
Ugye régen úgy szoktuk vitte a kis tányérat, hogy ne csöpögje jobbra-balra. Lehet, hogy ennyi üveg elég is lesz. Na, majd jövök, ha meg lesz mind. Ha majdnem elfelejtem mutatni. Na, ez kell törülni. Jó sűrű lesz. Hoppá. Nem minden egy jó, minden egyre, de kezdésnél megnéztem, hogy minden egyre jó kupak legyen, csak ki kell találnom most, hogy melyik. Féljem, fur farag a padláson. No. Kétszer visszatekerem, jól rászorítom, és akkor fejre állítom. Így. Na, meg kóstolom. Másik legvált nem kóstoltam így meg. Ide nézzetek, még langyos, de már ilyen kemény. Úgyhogy jó lesz ez. És most hívom is a húgomat, hogy nyugodtan készíts el, mert így, ahogy én. Mert ő még szedet is akar belerakni, mert nem sok epre van. De ő ugye most nem malnásson. De ha talál a hűtőben malnát, akkor még lehet, hogy azt is fog belerakni. Hát itt most a legvár fog dominálni. Érezni azért a barackot is, de jobban a málnát. Úgyhogy az epernél az eper dominált, a málnánál a málna, de úgy is mondtátok, hogy nagyon drága a málna, úgyhogy vegyetek fagyasztottan, mert ez is fagyasztott málna volt, nem tudom, mondtam-e. Aztán mikroztam, amit ti nem szerettek, már aki. Én szeretem, jól néz ki, ilyen nem olyan sötét, mint az epres. Ilyen kellemes színe van. Nagyon finom. Tényleg ezeket fogom enni. Beszavarok a gyereknek is. Ja, megmutatom, mennyi lett. Hát ilyen három négyecis üvegek ezek. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem tetszett, nem beszéltem túl sokat, ha mégis, akkor így jártatok, mert ugye ez az én csatornám, ha dumáljok már, lesz, ami lesz. Dislike-oltok, ha más nem. Elbúcsúzok. Írjatok kommentet, legyen szép napotok, sziasztok! Még utoljára Marika visszajött, nézzétek, ilyen sok hablet, ez körülbelül fél literes, vagy még több, 6-7 decis üveg, úgyhogy nagyon sok hablet. Aztán a legvárt nem szabad túl sokáig így fejlen állítani, nehogy úgy is hűljön ki. Még langyosan fordítsátok meg az üveget, hogyha elkészítenétek, vagy ha más legvárt készítetek. Sziasztok!